szokta nézni a műsorunkat? Igen, szoktam. Milyen jellegű műsor? Mi hát, ami a faluban inkább úgy érdekel. Ismerősök, meg hát ezek a énekesek, ezek a sváb, ilyesmi. Lenne valami, amit igényelne, hogy legyen a palettánkon? Hú, ez jó kérdés, ez egy fogós kérdés. Hát, ami a faluban vannak problémák, mondjuk, az. Mert ugye szépet azt mindig tudják mondani, de jobban, ami az ember taggassza. Nem a főutak, mellékutak, ugye most itt elég nagy beruházások vannak, csak a mellé, például mi a Templom utcában lakunk, és ott nagyon, hát elmosta az eső az utat, és kértük, a villanyoszlopok így be vannak kátrányozva, de ott eltűnik a víz, és nekünk nagyon meg van repedezve a ház. Már annak idején kértünk segítséget, de nem nagyon sikerül. Szoktad-e nézni a Buda környéki televízió műsorát? Ritkán, mert most ezen az adó, ami van, nekem a tévében nem tudom fogni. Értem. Különben azelőtt mindig néztem. Értem, tehát akkor nem a műsor ellen van kifogásod, és van valami, amit szeretnél, hogy nálunk legyen valami műsor? Hát minél több legyen a településekről, esetlegesen a település történetéről egy-egy régi eseményt felidézni, a szünetekben, a régi koncertekből, régi előadásokból valamit betenni szünetként, és a napi eseményeket természetesen várjuk, és erre szükségünk van. Szoktad-e nézni a műsorunkat? Nem, most hallok róla először. Ez egy 24 órás műsor, milyen csatornátok van otthon? Milyen szolgáltató? Így, mint például Telekom? Igen, mint például Telekom. Hát Telekom. Mert hogy két hónapja rajta vagyunk a T-Comon is, és tudjál róla, hogy 24 órás műsorba sugárzunk a település 13 területén. Honnan szerzed az információkat, hogy mi történik a városban? Hát interneten leginkább.